evőszeírás. Mintegy 3500 kutyát tartanak Dunaújváros közigazgatási területén, ez derült ki az adatgyűjtés során. Továbbtanulás. Az érettségi mellett a továbbtanulás kérdése is foglalkoztatja a végzős diákokat. Idén több mint 105 ezeren szeretnék folytatni tanulmányaikat. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Mintegy 3500 kutyát tartanak Dunaújváros közigazgatási területén. Ez derült ki az ebösszeíró adatlapok feldolgozása során. Városunk még 2014. novemberében hirdette meg az adatgyűjtést az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény előírásai alapján. A nyilvántartásba vételre az ebrendészeti feladatok és a járványvédelmi intézkedések miatt volt szükség. Az alapengedelmességi feladatokat gyakorolják az egyik dunaújvárosi kutyaiskolában. Nagyon fontos ugyanis, hogy a házi kedvencek megtanulják, hogyan kell viselkedniük, ez minden esetben a gazdák felelőssége. Ezen kívül azonban még számos dologra oda kell figyelniük azoknak, akik kutyát tartanak. Több előírás is vonatkozik, például a kötelező oltásokra, illetve a csip beültetésére. Többek között ezek teljesülését is ellenőrizték a 2014. novemberében meghirdetett ebösszeíráson. Az adatgyűjtés során egy ilyen úgynevezett ebösszeíró formanyomtatványt kellett kitöltenie minden kutyatartónak, és eljuttatnia a városüzemeltetési osztályhoz legkésőbb február 28-áig. A törvényi rendelkezésnek tettünk eleget, illetve az önkormányzatnak is fontos, hogy nyilvántartsa azokat az állatokat, ugye főleg itt az ebekről van szó, hogy ezek a legnagyobb számban tartott házi állatok. A több hónapos feldolgozás befejeztével az osztályvezetője arról számolt be a DSTV-nek, hogy összesen 3490 házi kedvencről érkezett bejelentés, 119 adatlap viszont hiányosan vagy olvashatatlanul volt kitöltve, amely megnehezítette a nyilvántartásba vételt. Debreceni Tamás azonban arra is figyelmezteti a kutyatulajdonosokat, hogy akik elmulasztották bejelentési kötelezettségüket, komoly következményekre számíthatnak egy esetleges hatósági ellenőrzés során. Akik nem adták le az adatlapot, és ugye nem szerepel a rendszerünkben, viszont bármilyen állatvédelmi bejelentés alapján hivatalunk eljárást indít, akkor számíthatnak szankcióra. Itt az összeg ez nagyon változó, nagyon a esettől függ, de itt akár 50 ezer forint is lehet a bírság. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény előírásai alapján az önkormányzatoknak 3 évenként kell összegyűjteniük a közigazgatási területen tartott állatok adatait. Ennek értelmében a következő ebösszeírás 2017-re várható. Az újdonsült kutyatartók azonban addig is bármikor bejelentést tehetnek a tulajdonukban lévő 4 lábúról. Egyrészt megkönnyítve a hivatal munkáját, hogy ne nagy számba érkezzen be 3 év múlva, másrészt meg folyamatosan egy friss listával tudunk szolgálni, akár elveszik egy kutya, akár a közteltfelügyelet, vagy a gyepmesterünk megtalálja a kutyát, akkor könnyebben tudjuk elérni a tulajdonosokat és visszaszolgáltatni a elkóborolt állatokat. A kutyatartók kötelességeinek listája ezzel azonban még nem ért véget. Számos jogszabály vonatkozik ugyanis a lakóterületen való sétáltatásra, illetve a kutyapiszok felszedésére is. Az önkormányzat ezért arra kéri a kutyatartókat, figyeljék az ezekre vonatkozó jelzéseket a táblákon és a kukákon egyaránt. A DSTV híradóját Perkitti tudósította. Az érettségikről szól a május és a június hónap. A vizsgák mellett a végzős diákokat természetesen a továbbtanulási és felsőoktatási kérdések is foglalkoztatják. Az idei évben 105.616 diák szeretne valamilyen felsőoktatási intézményben továbbtanulni. Az érettségizők májusban az alaptantárgyak után a választható és szakmai tárgyakból adhatnak számot tudásukról. Ezeket követi majd a júniusi szóbeli vizsga. A végzősök többségét viszont már a továbbtanulás kérdése is foglalkoztatja. Jelentkeztem 3 budapesti főiskolára. Igazából nem tudom, hogy államira fölhöznek. Reménykedem. És szeretnék oda bejutni mindenféleképpen. A végzősök között vannak olyanok is, akik elsősorban anyagi okok miatt nem tudják össze megkezdeni a felsőoktatási tanulmányaikat. Egyelőre elmegyek dolgozni, mert olyan fősülre szeretnék menni, amit édesanyám még nem tudnak finanszírozni, és előbb megkeresem rá a
az összeget, hogy tudjak tovább menni tanulni. A középiskolát befejező diákok egy része az érettségi vizsga után a szakmai tudás elsajátítására, majd a végzettség megszerzésére törekszik. Egy olyan 20-30% az, aki vagy nálunk, vagy másik szakközépiskolában, nappalin szakképző intézményben szerzi meg azt a bizonyos szakmai tudást, mert ugye a mai szakközépiskolai érettségi szakmai végzettséget nem ad, amivel a munkaerőpiacon elhelyezkedhet. Úgy gondolom, hogy ebből is körülbelül egy 10-15% az OK és vizsga megszerzése után továbbtanulási szándékkal fordul a felsőoktatási intézménybe. A körülbelül 60% a tanulónknak pedig beadja a jelentkezési lapját. A legtöbb diák számára tehát az izgalmak nem érnek véget az érettségi időszak lezárásával. A felvételi ponthatárokat várhatóan július 23-án hozzák nyilvánosságra. A felvi.hu információi szerint az idei évben 105.616-an nyújtották be jelentkezésüket felsőoktatási intézménybe. Ez 1,6%-os csökkenést jelent a 2014-es évhez képest. A legtöbben első helyen a műszaki és a gazdaságtudományi képzési területet választották. Újabb szépkorút köszöntött Dunaújváros megyei jogúváros önkormányzata nevében Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester. Ezúttal Horváth Józsefné Anna néni fogadta a jó kívánságokat 90. születésnapja alkalmából. Kedves Anna néni, engedje meg, hogy Dunaújváros megyei jogúváros önkormányzata. Városunk újabb lakója töltötte be a 90. életévét. Ebből az alkalomból az önkormányzat nevében Gombos István köszöntötte Horváth Józsefnét. Anna néni 1925. május 4-én született Dunapentelén, azóta is itt él. Az akkori szokásokat követve már 9 évesen a mezőgazdaságban dolgozott. Kinti mezői munkát. Az aratás szüketben mindenre be voltunk fogva. A kapálást, a szedésig, a szárvágásig, az égvilágon mindenre be voltunk fogva. Mindent meg kellett tanulni. Ugyanúgy otthon a lakásnál a baromfi etet is, a jószág etet is, a tisztántartást, mindent az égvilágon. Hazamentünk ezzel a mezei munkába, akkor még az utcát, az udvart, a baromfi udvart, mindent is össze kellett takarítanunk. A család 25-en voltunk. Éppen a meglepetés születésnapi köszöntésén készült családi fényképeket mutatja Anna néni. Szerencsésnek tekinti magát, hiszen 6 unokája és 3 dédunokája teszi szebbé az életét. Természetesen gyermekei mindennapos látogatására is számíthat. Én nagyon boldog vagyok, és én mindig azt mondtam, hogy én azt kívánom, hogy 100 éves koráig éljem, mert azért van addig hova hazajönni, van anyukánk, és attól jobb érzés nincs. Mert akárki akármit mond azért. Anya csak egy van, szokták mondani. Anna néni a mai napig aktívan tevékenykedik, ellátja a ház körüli munkálatokat. Szívesen gondozza a számtalan virággal díszített kertjét. Boltba ugyan már nem tud eljárni, viszont a főzést szeretett elfoglaltságnak tartja. Amikor pedig lehetősége adódik, az unokáival és dédunokáival tölti az idejét. Minden. Tiétek a tér. Ez a mottoja az Ökologisztik Környezetvédelmi Alapítvány legújabb kezdeményezésének. A kéthetes rendezvénysorozat célja, hogy felhívják a figyelmet a környezettudatos életmódra. Egy Kallós Dezső utcai eladó ingatlan ad otthont az Ökologisztik rendezvényének. A kéthetes programsorozat célja a környezettudatos életmód terjesztése, bemutatása. A szervezők számos izgalmas és érdekes programmal várják a résztvevőket. Lesz újrahasznosított hulladékból készült játszóház, valamint önkéntesek tartanak előadást a környezetvédelemről. Az előadásom az egy tanmese lesz, melynek címe a közlegelők tragédiája. Ez egy nagyon egyszerű kis tanmese, azért szeretem, mert ezt szinte minden korosztálynak be lehet mutatni. Általános iskolásoktól kezdve egészen a felnőttekig, és ez egy falu példáján mutatja be, hogy milyen problémákat okoz egy legelő példáján, ha az erőforrásainkat túlhasználjuk. Vészígy Katalin, az Ökologisztik Kuratóriumi elnöke elmondta, eredetileg az volt a cél, hogy az alapítvány számára egy állandó központot hozzanak létre, a kéthetes programsorozattal pedig bemutathatják, hogyan működne az ökobázis. Egy közösségi teret szeretnénk létrehozni, ahol lesz egy beszélgetőkörnek is hely, lesz egy előadóterem, ahol olyan előadók tartanak például előadást, mint Ács Sándorné, a Kishantosi Biogazdaság vezetője, ő a föld jövőjével kapcsolatos prognózisról beszél itt a jelenlévőknek. Illetve több önkéntes is jelentkezett, aki viszont kihelyezett tanóra megtartására ad lehetőséget, 45 perces órák
programokat tartanak ebben az irodateremben. A szervezők kiemelték, a programsorozat célközönsége a diákok, illetve az iskolák, de várnak mindenkit, hiszen a programok ingyenesek. A rendezvény június 1-től 14-ig tart a Kallós Dezső utca volt cipőgyár területén. Zene meglepetésszerűen. Flashmobbal várták a Városházára látogatókat a helyi zenész növendékek. A hagyományteremtő szándékkal indított kezdeményezéssel a zene fontosságára és összetartó erejére próbálták felhívni a figyelmet. Vidám dallamok töltötték meg a Városháza teret, amely végül egy készprodukcióvá nőtte ki magát. A kis zenész növendékek ugyanis meglepetéskoncerttel, vagyis úgynevezett flashmobbal kedveskedtek városunk lakóinak. A gyerekek több dallal is készültek az előadás közben odagyűlt közönségnek. A Gimestől a Kiskacsa fürdik, a Fehér Léliomszál és a Sejhajdenevér bennünk van a kutyavért. A nem mindennapi esemény célja, hogy a fiatalok felhívják a figyelmet a zene fontosságára, összetartó erejére. Mint mondták, ez a produkció egy élvezetes feladat volt számukra. Nagyon jól éreztem magam. Mi tetszett a legjobban? Hát nekem a legjobban a bennünk van a kutyavér tetszett. És miért azt tetszett a legjobban? Mert az olyan pörgős, és én szeretem, ami gyors, és amiben ilyen izgalmas dolgok történhetnek. A gyermekek felkészítő tanára elmondta, a növendékekkel nagyon könnyű volt együtt dolgozni, hiszen gyorsan tanultak és láthatóan szívesen vállalták a feladatot. Hozzátette, próbált olyan dalokat választani számukra, amelyek ötvözik a komoly és a könnyű zenét, de népies elemeket is tartalmaznak. Mindenképpen szerettem volna, hogy a korosztálynak megfelelő szám legyen. Szerettem volna, hogy élvezzék, hogy élvezettel énekeljék a gyerekek, és úgy gondolom, hogy sikerült is. Mint kiderült, a kezdeményezést hagyományteremtő szándékkal indították a zenész palánták, így várhatóan a jövőben is hasonló meglepetés produkciókkal örvendeztetik majd meg a dunai városiakat. Megszerezte második rájátszásbeli győzelmét városunk futszál csapata. Baranyai Pál tanítványai az NB1-es bajnokság 8. fordulójában idegenben 7-1-re legyőzték a Veszprém gárdáját. A találkozót a hazaiak kezdték jobban, hiszen már a 7. percben megszerezték a vezetést. Újabb 7 perc elteltével azonban már a vendégeknél volt az előny, akik Nagy Roland, majd Ivacs Gábor találataival átvették a vezetést. A térfélcserét követően Sáfár Toni duplájával már 3 gólosra növelte előnyét a dunaújvárosi csapat. Ezt követően Sranc Balázs, Nagy Roland, valamint Togoly Viktor Kozmin is mattolta az ellenfél kapusát, kialakítva ezzel a 7-1-es végeredményt. A következő fordulóban a dunaújvárosiak a Szombathelyhez, a veszprémiek a Berettyóújfalu gárdájához látogatnak. Szerdán többfelé várható zápor, zivatar, jégeső és felhőszakadás is lehet, sőt, nyugaton már tartós eső is kialakulhat. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, keleten még hőségre számíthatunk. Nyugaton megerősödik, majd viharossá fokozódik az északnyugati szél. 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Főbb híreink következnek, még egyszer, röviden. Ebb összeírás. Mintegy 3500 kutyát tartanak Dunaújváros közigazgatási területén, ez derült ki az adatgyűjtés során. Továbbtanulás. Az érettségi mellett a továbbtanulás kérdése is foglalkoztatja a végzős diákokat. Idén több mint 105 ezeren szeretnék folytatni tanulmányaikat. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.